vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovasember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Szabó Tímea, Európai Sportlövő Szövetség sajtó és promóciós bizottsági tagja. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, és ha még szabad, akkor boldog új évet kívánok a kedves nézőknek és önnek is. Köszönjük szépen, viszont. És ha itt tartunk, akkor sikeres 2018-at kívánok nem csak önnek, hanem a szeretett sportágának, vagy a sportlövésnek is. Na ugye hát idén mi rendezünk például egy Európa-bajnokságot. Így van. Ennyire előre menjünk, vagy egy kicsit azért évet értékeljünk 2017-ről? Értékelünk is éveket. Értékeljük akkor. Jó. És akkor majd utána elmondod nekem, hogy mi lesz itt az Európa bajnoksággal kapcsolatban. Így van, abszolút. Azért akarsz értékelni, mert mégis nagyon jól kezdődött az év, pontosan. Szintén egy maribori Európa bajnoksággal. Így van, ezért is szerettem volna. Nyilván az adásidő rövidsége miatt nem fog beleférni minden siker, ami 2017-ben a sportlövők tájékán történt, de a maribori Európa bajnokságot feltétlenül ki kell hangsúlyozni, mégpedig az utánpótlás csapatunkat, akik remekeltek, azt kell mondjam. Példának okáért Major Veronika egészen elképesztő versenyzéssel több versenyszámban aranyérmet nyert, gyakorlatilag a döntőpályáról futott a dobogóra átvenni az érmeket, de említése méltóak a junior fiúk, akik csapatban a Pekle Zalán, Péni István és Kovács Csaba trió szintén érmekkel tértek haza, és minden junior nagyon szépen szerepelt a Maribori Európa-bajnokságon. Voltak egyéni csúcsok, sokan döntősök voltak, úgyhogy tényleg nagyon jó kis tavasz volt. Ez a szövetséget is, a honi szövetséget is meglepte ez a jó eredmény? Vagy úgy tudtátok, hogy úgy ez benne van a csapatban? Inkább a szövetséget talán a felnőttek pici alulmaradása lepte meg, hiszen nagyon jó csapat állt össze a felnőtt csapatban is. Ők egy picit akkora alulmaradtak, ez volt a meglepő. Az utánpótlás, azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szépen teljesít az elmúlt időszakokban, úgyhogy ott azért nem volt annyira meglepetés, annál nagyobb öröm.
Bakuban szintén volt egy érve bajnokság. Bakuban igen, és ott egyértelműen megint Pekle Zalánt említeném, a legesleg szebb eredményt érte el. Nem csak sorra nyerte az érmeket, hanem még egy sokkal nagyobb sikert is elért, hiszen kvalifikálta magát az ifjúsági olimpiára, ami már önmagában óriási eredmény. Ugye igen. Ez az idén októberben lesz Buenos Airesben. Akkor ja, és Major Vera is ugye továbbra is... Hát Major Vera csillog folyamatosan, ott is nagyon szép eredményeket ért el pisztolyversenyszámban, és bocsánat, itt nagyon fontos megemlítenem Péni Istvánt, aki az első felnőtt Európa bajnokságán vett részt, és nagyon előkelő helyen, a negyedik helyen végzett. Ha már itt tartunk, mi múlott, hogy nem lett dobogós? Hát nézze, a sportlövészetben azt hiszem már voltak a vendégei sportlövők. Igen. Hát ott... bármin múlhat. Igen. Egy levegővételen. Igen, annyira pici dolgon, hogy mi laikusok igazából nem is tudjuk felfogni, hogy igen. Mi múlik. Így van, így van. Tehát képzelj el, annyira le kell csendesíteni a szervezetet, hogy egyáltalán a lőállásban az oda be... Hát borzasztó nehéz, én próbáltam, nem, nekem nem megy. Volt még más is Bakuban. Igen, méghozzá egy sport... politikai. Nem is egy, sportdiplomáciai sikerek, nagyon nagy sportdiplomáciai sikerek születtek. Még soha ennyi bizottsági tag nem volt az Európai Sportlövő Szövetség bizottsági tagjai között, de ami nagyon fontos, hogy Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke újabb bizalmat kapott, második legtöbb szavazattal továbbra is az Európai Sportlövő Szövetség elnökségi tagjaként vesz részt, valamint Molnár László a Szabályalkotó Bizottság tagja lett. Három újat szereztünk. Így van, tudom, Molnár ugye? László az egyik, idősebb Péni István, ő Péni István apukája igen, egyébként, igen. A Futócél Bizottság tagja lett, és jó magam pedig a Sajtó és igen. Promóciós Bizottság tagja lettem. Ezek nagyon fontos pozíciók. Mivel a tiéd, mert az ugye, az valóban érint téged elég erőteljesen. Mit várnak el tőle? Mit kell csinálnod? Mikor tudsz jó dolgozni? Mikor mondják azt, hogy mikor mondod te azt, hogy jól dolgoztam? Azt gondolom, hogy még annyira új ez a bizottsági tagság. Ugye még csak egyetlen egy bizottsági ülés volt Münchenben, ahol nem tudtam részt venni, tehát a második az pont most lesz az Európa-bajnokság időszaka alatt, visszajövök és többet mondok róla, okay. De nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a sportlövők promotálása erősen megtörténjen, az utánpótlás csapat. Tehát az egész Európában, a világon úgy érzik, hogy több reklám ráférne? Nem reklám, de az utánpótlás az mindig nagyon fontos, minden sportágat illetően. Na most a sportlövészet az egy technikai sportág, nem azt mondom, hogy nem ismert sportág, de nyilvánvalóan egy kicsit kevesebb figyelmet kap, mint egy kézilabda, igen. Vagy egy... labdarúgás, tehát az utánpótlás az mindig nagyon jó, hogyha növekszik, és minél többen megszeretik ezt a sportágat. De ez a pozíció azért is fontos, illetve ezek a pozíciók azért fontosak, mert Magyarország sikereit tovább lendíthetik a sportlövészet területén is. Megvoltak ezek a fontos sportdiplomáciai sikerek is, aztán jött egy indiai világkupa. Így van, hát ott két klasszisunk, Sidi Péter és Péni István került be a döntőbe. Ez már önmagában is egyébként egy borzasztó nagy siker. Azonban ők ezt abszolút megkoronázták, hiszen mind a ketten dobogóra álltak. Péni István első helyen aranyérmet szerzett, Sidi Péter pedig bronzérmet szerzett. Ugye azt nem kell mondanom, hogy milyen csodálatos érzés egy nemzetközi versenyen a dobogón két magyart látni, reméljük lesz még ebből majd három is. Ők egyébként nem csak a világkupán érték el ezeket a sikereket, és sorra hozzák a sikereket, hanem a világranglistán is ugyanezeket a helyezéseket foglalják el. Tehát Péni István most a világranglista első helyén áll. Sidi meg a harmadik helyén, így van. Öreg motoros. Hát ő már igen, abszolút.
Jól tudom, novemberben volt egy nemzetközi verseny, a Hungaria Open. Erről mit lehet tudni, ez milyen verseny volt? Hungarian Open, így van, valóban ez egy nemzetközi verseny, évről évre egyre sikeresebb. Nagyon szeretik a sportolók, hiszen ez egy nagyon jó felkészülés mindig az Európa-bajnokságra. Egyébként közel 400 versenyző vett részt novemberben a Hungarian Openen, melyet Nyíregyházán tartottak. Nagyon jó volt a város részéről is az együttműködés, és a sportolók tényleg nagyon elégedetten távoztak, és nagyon sok szép eredményt értek el hazánk sportolói, de a nemzetközi sportolók is. Nagyon fontos tudni, hogy ezen a versenyen hazánk legnagyobb sportlövői, tehát az olimpikonok is részt vesznek, tehát tényleg ez egy fejlődés minden sportoló számára. Ami ott látott eredményeket, mennyire lett átültetve az EB-re, mennyire lehet abból kisakkozni, ha így lőttek, akkor az EB-n is úgy fognak lőni. Ezt mennyire lehet így átvinni, nem nagyon, ugye? Nem, soha nem lehet átvinni egy-egy versenyt a másikra, hiszen abszolút attól függ, de én a laikus, én csak úgy mondom, aki látja őket versenyezni, tényleg milyen formában vannak. Hát igen, ez egy ilyen sportág. És akkor az év végén még jött még egy elismerés. Igen, még mindig Péni István, ha rá gondol. Igen, a NOB megbízatására István segíteni fogja az ifjúsági olimpián a fiatal sportolókat, bátorítani fogja őket, hiszen ő már ifjúsági olimpiai bajnok, valamint olimpikon is, úgyhogy azt hiszem, hogy abszolút jó lehetőség ez számára. Ő ezt hogy fogadta? Hát nagyon örül neki, nyilvánvalóan ez neki is egy előrelépés, ráadásul. Egyébként ő milyen? Szeret úgy foglalkozni a többiekkel? Szeret odafigyelni a csapattársakra? Tehát nem... Én nagyon... ugye nem mindenki, tehát van, aki zárkózott, lehet így bármi, ugye, tehát arra hiába bíznák rá ilyen feladatot, szerepkört, nem fogja tudni megoldani. Így van, ráadásul ugye a sportlövészet azért alapvetően egyéni sportág, tehát amit mond, az abszolút így van. De én azt látom, Pini István szerintem már a neveltetését, ismerem a szüleit is, ők is egyébként mind a ketten sportlövők voltak, ő közösségi ember. Tehát ő úgy szereti a gyerekeket is. Én úgy látom, hogy mindig segítőkész a pályán, mindig szurkol a csapattársakért. Úgyhogy szerintem ez abszolút testhez álló feladat számára. Na, szuper. Akkor máshol is kipróbálhatja. Abszolút. Tudását, képességét. Európa-bajnokság? Jöjjön! Még azért mielőtt az Európa-bajnokságra rátérünk, hadd említsem meg, hogy az év sportlövői kik lettek, hiszen ez is egy nagy elismerés minden év végén. Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke adta át az elismerést Major Veronikának, azt hiszem ez talán nem is volt kérdés, és Péni István lett a másik sportlövő. A Veronikáról egy pár szót tudnál nekünk mondani? Hát többet is, hiszen tényleg van szerencsém sokszor beszélni vele, ámulatba ejt egyébként, amit ő művel a pályán. Én ennyire... Pesti, győri, mit lehet róla tudni? Ő nem Balaton mellett él, kezd helyen, vagy kezd egy környékén. Hihetetlen sportoló, tehát az, amit például Mariborban is csinált, hogy a futócél pályán döntőbe jutott, megnyerte a versenyt, aztán lerohant a pisztolyversenyszám selejtezőjére, majd visszarohant átvenni az érmet, és újra beállt a pisztolyos döntőbe, tehát hihetetlen önuralma van ennek a lánynak, és nagyon határozott. Ettől tud jól lőni? Ettől tud jól lőni, így van, és nagyon ki tud kapcsolni, mint ahogy Hammer László olimpiai bajnok nekem azt mondta, hogy leengedi a függönyt. Én Major Veronikánál látom azt, hogy leengedi azt a bizonyos függönyt, és csak arra koncentrál, ami maga előtt van, és ő ezt el is mondta nekem, tehát ez bizonyára így van, nem akarok nagyon kiabálni, Tokióból lehet?
Hát mennyire egyre gondolunk, így van. Pont ezt akartam mondani, hogy... Ha ott lesz, akkor viszont már bármi lehet, ugye? Én azt gondolom, hogy Tokió abszolút meg tehát lesz neki. Tehát ő az a versenyző, ugye? Ő az a versenyző. Én most merem mondani, hogy ő ott lesz Tokióban. És én nagyon szeretném azt is megkockáztatni, hogy Major Veronika érmet hozzon Tokióból hazánknak. Maradjunk annyiból, hogy ő bármire képes abszolút lehet. Ha ott lesz, akkor ő bármire. Így van. Legyen ott. Legyen ott. Ott lesz az Európa-bajnokságon is? Feltétlenül, és bizonyára. Hát akkor persze már van egy tuti, 2-3 aranyérmünk? Hát így legyen, ugye. Hát jó, akkor térjünk rá az Európa-bajnokságra. Így van, 2016-ban is nagyon sok érmet szereztünk az Európa-bajnokságon, és ráadásul olimpiai kvalifikációkat is. 2016-ban is Győr város rendezte az Európa-bajnokságot, és most 2018-ban is Győrben lesz az Európa-bajnokság. Pontosan mikor? Pontosan február végén. Tehát hamarosan. Hamarosan. Nagyon, nagyon itt vagyunk. Hát javában zajlanak már egyébként a munkálatok, tehát a szervezőbizottság már dolgozik, illetve zajlanak. Már megvan akkor, hogy kik lőnek, hol lőnek, mit lőnek, tehát még minden. Nincsen nincs meg, az EB válogatók zajlanak, egyébként a sportlövők már most hétvégén is EB válogatón vesznek részt Szászhalombattán. Mielőtt jöttem, pontosítottam, mert nem tudtam, hogy hány versenyző vesz részt ezen az EB válogatón. Most hétvégén már 420 versenyző vesz részt az EB válogatón, tehát a helyszín igen van meg, hogy hol lesz, igen, és zajlanak az EB válogatók, úgyhogy... De Péni ott lesz ő is, ugye? Is hát valószínűleg, igen, persze, tehát azért... Hát ha most a 2017-es eredményeket nézzük, akkor több érem, aranyérem akkor itt... Így van, így van, így van, és hát nagyon szeretnénk, hogyha a rendezés ugyanolyan jól sikerülne, ahogy 2016-ban, nagyon jó visszhangot kapott a 2016-os... Most már igazi hazai pálya lesz a győri pálya. Hazai pálya, most már ugye belaktátok, van, tehát már az itt nagyjából ismeritek a így járást. Van, ismerik a sportlövők, igen, én kívülről, de tényleg nagyon jó szervezés volt. Borkai Zsolt, ugye Győr város polgármestere, és Győr város együttműködésének köszönhetően tényleg nagyon jó visszhangot kapott az Európa-bajnokság, úgyhogy bízunk benne, hogy a mostani is hasonló jókat hoz. Hogy látod, mennyire várják a győriek ezt az Európa-bajnokságot? Mennyire foglalkoztatja őket egy sportlövő Európa-bajnokság? Reméljük, egyre inkább foglalkoztatja őket. Győr város azért egy sportváros, azért azt meg kell hagyni, hogy ők minden sport iránt érdeklődnek, hát a polgármester is nagy sportrajongó, ezt nem is kell mondani. Tényleg nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, szerintem várják. Nyilván egy kicsit felfordul olyankor az élet, hiszen itt több száz sportoló rohangál a városban fel igen alá, de hát ott nagyon nagy versenyek szoktak lenni, szerintem ott ezt már megszokták. Nézőkiszolgálása, a monitor, jobban lássák a nézők, hogy mit lőtt a versenyző. Abszolút, abszolút minden, tehát nem csak ott a helyszínen, hanem interneten is nyomon követhetőek a versenyek, természetesen különböző televíziós csatornák is követni fogják az Európa-bajnokságot, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre színvonalasabban tudjuk megrendezni az Európa-bajnokságot. Azért nagyon fontos megemlítenem, hogy a sportlövészet kiemelt sportág, így a kormány támogatása nagyon fontos, és ezt meg is kapja a sportlövészet. Akkor anyagilag nem lesz gond ennek a verseny lebonyolítása? Így van, színvonalasan lehet felkészülni. Akkor jó, akkor pénz van, jó lövők vannak, fegyverparipa minden van. Mondhatjuk így is, igen. Lehet tudni, hogy a elnök mit vár a magyar csapattól majd? Hát, ez már megfogalmazódott valahol? Megfogalmazódott, igen. Én is kérdeztem tőle. Hát hasonlókat vár természetesen, mint a 2016-os Európa-bajnokságon kaptunk, mert ott azért tényleg sok-sok meglepetés volt, tehát 8 érem plusz 3 olimpiai kvóta, hát magában óriási, tehát ha ugyanezt tudnánk, akkor már mindenki elégedett lenne. De még lehet, hogy ettől jobb is lesz? Legyen jobb, legyen jobb.
mi mindent várunk, és mindenben hiszünk, és bízunk benne. Idén lesz egy világbajnokság is, ugye? Így van, idén lesz már világbajnokság is, illetve hát az ifjúsági olimpia. Ugye a világbajnokság lesz szeptemberben, és az ifjúsági olimpia lesz Buenos Airesben, októberben. Úgyhogy bőven. Világbajnokságon érmekről ott is jók lehetünk. Reméljük, hogy hozunk érmeket. Itt azért megemlíteném, hogy a legutóbbi világbajnokságon sikeren át a sportlövő megszerezte hazánknak az első olimpiai kvótát, ugye a 2016-os olimpiára, úgyhogy ha csak ennyi sikert érünk el, már jók vagyunk. Mert a 2020-as olimpiára. Így van. És akkor itt a fiataloknál az októberi eseményen. Ifjúsági olimpia? Hát az ifjúsági olimpiára. Mert ugye hát a jók vagyunk, azt mondja, abszolút, ugye arról beszéltünk itt végig, hogy nagyon jó az utánpótlás. Szeretnénk, hogyha nagyon sok sportoló képviselni itt hazánkat, ugye Pekle Zalánt, mint mondtam, ő már meg is szerezte a kvótát. Ugye az Európa-bajnokság, ami Győrben lesz, az egyben az ifjúsági olimpiára a kvalifikáció lehetősége. Igen, tehát még többen lehetnek abszolút, ott magyarok. Tehát abban bízunk, hogy a Győri Európa bajnokságon még bezsebelünk egy pár kvótát, jó párat, és így minél több hazai fiatal vehet részt az ifjúsági olimpián. Ahogy elmondtad, ezek szerint nagyon jól állunk utánpótlás területén is ebben a sportágban. Igen. Mi a titka? Hát, ez az, ami nehéz válasz, hiszen azért a sportlövészet nagyon nehéz, technikai sportág, ráadásul a lőterek. Igen, de most már azért a kormány támogatásával épülnek ugye a lőterek. Azért nem azt mondom, hogy olyan óriási az utánpótlás, azt mondom, hogy az utánpótlás nagyon sikeres. De akik vannak, azok jók. Lehet, viszont. Hogy pontosan ők a későbbi utánpótlásnak a példaképei, hiszen azokkal az eredményekkel, amiket most is elértek 2017-ben, meg ugye 2016-ban, esetleg példaképei lehetnek a következő utánpótlásnak. Tehát talán ez lehet a titka. Van ebből sportágban pénz? Tehát aki profi szinten felnőttként, most úgy értem a profi, hogy tehát felnőttként ott van, s odaáll. Hát, van ebben a sportágban pénz? Hát ezt nem tudom megmondani a választ, ezt inkább egy sportolótól kellene megkérdezni, de azt gondolom, hogy egy sportoló mindig aki alázatos sportoló, az soha nem a pénzt keresi a sportban, hanem a sikert és az érmet. Így van. Szabó Témia, ha megkérdeznék, te mit mondanál, mi vagy? Fényképész? Fényképész is, igen. Illetve író. Fotográfus. Fotográfus? Hát okay. Igen, most már író is. Fotóriporter, rádiós műsorvezető, szerkesztő műsorvezető. Igen, ez mind egyben én vagyok. De bírod ezek szerint? Hát igen, sok kávéval. Megjelent nem is olyan régen egy könyved, mely a Sport Sorsok címet kapta. Ha jól tudom, 21 interjú van benne, ugye? Így van, 21 rendkívüli. Mi alapján sportoló. Választottad ki ezt a 21 sportoló? Nagyon fontos tudni, hogy a 21 interjú egy rádiós műsor, az én rádiós műsoromnak a dokumentált változata. A 21 beszélgetés, mondjuk azt, hogy a 21 legérdekesebb beszélgetés került a könyvbe, illetve a beszélgetésekből is kihangsúlyozva a legnagyobb útmutatások kerültek a könyvbe. Kit emelnél? Hát ezt megkérdezte tőlem egy rádiós műsorvezető, és azt mondta, hogy hármat emeljek ki, és megbántam, hogy nem azt mondtam, hogy szorozzuk meg
héttel, mert akkor pont 21. Igen. Úgyhogy nem tudok kiemelni, tehát tényleg tudok neveket mondani, hogy kik szerepelnek a könyvben. Ha már a sportlövőkről beszélgetünk, akkor ugye 4 sportlövő szerepel a könyvben. Itt van mindjárt az olimpiai bajnok dr. Hammer László, egy egészen rendkívüli ember, az egész élettörténete hollywoodi sztoriba illő. Itt van a másik sportlövő, illetve paralimpikonunk, Guris Atti Gyula. Hát ő egy másik olyan sztori, ami egészen példás. De van úszó is, de van benne labdarúgó is. Van benne labdarúgó, Détári Lajos, sőt van benne Pisont István, igen. Sőt van benne a Budapest Honvéd tulajdonosa, George F. Hemingway, van benne Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász, van benne Verasztó Zoltán, szintén olimpiai bajnok úszó. Tehát sokan kerültek a könyvbe, és még 2 sportlövő, ugye a Sikerenáta, és a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke, Nagy György is belekerült a könyvbe. Hogy fogalmaztál? Fotográfus vagy? Igen, fotográfus. Miket szoktál fotózni? Hát nagyon sok... El lehet téged, bocsáss meg, képzelni egy lövőversenyen, és hogy fotózod a lövőket? El lehet képzelni? Hát azt csinálom, persze. Ott vagyok velük reggeltől, estig de nem a csak pályán. Ilyen képeket. Igen, de úgy hallottam, nem csak ilyen képeket készít. Tehát sok rendezvényen fotózom ezen kívül, tehát nem csak sporteseményeken, hanem egyéb rendezvényeken, illetve hát stúdiófotózásokat csinálok, családi fotókat, úgyhogy voltak már a stúdiómban egyébként sportlövők is, úgyhogy őket is nagyon szívesen fotózom, nem csak a pályán, hanem a stúdióban is. Zárásként mi most a következő feladat? Egy újabb könyv írása? Attól függ, hogy rólam beszélünk, vagy a sportlövőkről. A sportlövőknél most a legnagyobb feladat az Európa-bajnokság. Ugye szervezőbizottsági tagként próbálom én is kivenni a részem a munkából. Nagyon jó ötleteim vannak, amiket jövő héten fogok majd vázolni. Ez a legfontosabb. A sportlövőknél a jó eredmények a legfontosabbak. Magam részéről pedig már készül a Sportsorsok 2 című kötet. Abban megint 21? A 21 az egy nyerő szám, úgyhogy marad a 21. Kíváncsian várjuk. Köszönöm akár szépen. Csak a februári győri sportlövőerről a bajnokságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt voltál. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.